Új helyszínen nyílik tanulási lehetőség a borbély és fodrász szakma iránt érdeklődők számára. A csütörtök délután megnyílt Műhely Akadémia szalonja a jövő generációi számára biztosít majd szilárd alapokat és tanulási lehetőséget. Az itt zajló képzéseken nagy hangsúlyt fektetnek a korszerű technológiák és modern stílusok elsajátítására. Olyan képzést állítottunk össze, ami nyilván megvolt a fő képzési szakaszunk, amit az Árpád iskolától kaptunk. Ezeket az oktatási anyagokat, ezeket megkaptuk, egy picit magunkra tudtuk szabni. Hétköznap fogjuk tartani a képzésünket, és ez egy felnőtt képzés, ami takarja az, hogy egy 8-10 órában elméleti és gyakorlati oktatást fogunk végezni. A tulajdonos hozzátette, nem az a fontos, hogy minél több bizonyítványt osszanak ki, hanem hogy a jelentkezők olyan minőségi tudást sajátítsanak el, amellyel képesek lehetnek egy önálló, jól működő vállalkozás üzemeltetésére is. A részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek érettségi bizonyítvánnyal. A most megnyílt szalon a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Technikum és Szakképző Iskolától kapott segítséget, bízva a hosszú távú együttműködésben. A megnyitó ünnepsége részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki köszöntőjében elmondta, fontos, hogy minél több szolgáltatással és közösségi térrel gazdagodjon a belváros. Nagyon fontos az is, hogy ezek azért miközben szolgáltatások, közösségi és találkozási pontok is legyenek. Tehát amikor az emberek találkoznak, akkor beszélgessenek, mert szerintem ami nagyon hiányzik a mai világból, az a jó beszélgetés, ami bármilyen téma lehet, komolyabb téma, kevésbé komolyabb téma, magánéleti vagy valami nagyon közösségi, és az élet nagyon-nagyon sok szép témát ad, vagy nehéz témát, amit jó lenne átbeszélni. És szerintem akár a saját gyermekeimtől is tudom, akik igénybe vesznek szolgáltatásokat, hogy itt ezek ilyen helyek is, hogy találkozási pontok, közösségi pontok, beszélgető pontok. Az oktatás október 1-én indul, majd bővebb információ pedig a képernyőn látható weboldalon található az érdeklődők számára, és a jelentkezést is ezen keresztül tehetik meg.